A mai világunkban több mint 900 szer van. Összesen kettő darab olyan függőségünk van, amelyik olyan jellegű elvonási tüneteket okoz, ami önmagába véve életveszélyes. Ha megnézzük, hogy melyik az a kemikália, ami tulajdonképpen az emberiség története során a legtöbb családot kvázi szétverte, akár szó szerint értendően, ez az alkohol. Magyarországon is kb. 30 ezeren halnak bele évente. Vagy gondoljon például az inflációba, hogy ez mennyire jelent mondjuk megélhetési szorongást az emberek számára. És a szorongásnak tök jó feloldása idézőjelben természetesen az alkohol, a tudatmódosítószerek, és ebbe beleértem most a gyógyszereket is. Vagy például az online világ, ami hihetetlen módon jelen van az életünkben, hogy mennyit használja az ember a telefonját. Az információ azonnal kell, és valami történik, ha valami történik és lemaradok, akkor onnantól kezdve, főleg a fiataloknál, de ez már nem csak a fiataloknál van, akkor arcvesztetté válok. Én úgy gondolom, hogy a gyereknevelés az a világ legveszélyesebb extrém sportja. Szóval azt egyszer lehet csak elrontani. És utána az a rehabilitációs időszak az nem biztos, hogy oda fog visszavezetni, ahonnan elindultunk. Az a világ, ami most van, azért nagyon gyakran alapvetően arról szól, egy nagyon, nagyon durva mondatról, hogy ne gondolkozz. Mert ha gondolkozol, akkor abból baj lehet. Alapvetően azt gondolom, hogy a mentális kultúránk az azért a béka senki alatt van. Dr. Záher Gábor sürgősségi orvos, de a pályáját baleseti sebészként kezdte. 40 éve mentőorvos, egyetemi oktató. Jelenleg a 60. kórház sürgősségi osztályán dolgozik, korábban a Honvéd kórház sürgősségi részét vezette. A Péterfi Sándor utcai kórház toxikológiáján már a pályája elején találkozott a függőségekkel. Erről a kérdésről tágabb megvilágításban beszélgetünk. Arról, hogy mit is jelent az addikció. Arról, hogy a függőség a szorongás egyik jele vagy tünete. Egy nyelv, amely olyan állapotról beszél, amelyet feltétlenül meg kell értenünk. Mi vezet valakit? Mi vezette önt arra, hogy erre a nagy kihívásokkal teli nehéz pályára, tehát az orvosi részen belül is ide kerüljön, ezt válassza? Hát ugye alapvetően én sürgősségi orvos vagyok, és ugye engem mindig ezek az akut dolgok érdekeltek, és ettől meg én roppantul tisztelem ugye azokat a kollégáimat, akik mondjuk egy beteg fölött hosszasan elmerengve, a mozaikot összerakva jutnak egy diagnózishoz, egy ritka betegségek vagy speciális betegségek esetében. Én nem ilyen vagyok. Mindig is azt szerettem. Probléma, megoldunk, tovább lépünk. Következő, megoldunk, tovább lépünk. Engem valahogy ez értetett, hogy én baleseti sebészként kezdtem a pályafutásomat, aztán ugye a gumiallergia miatt kellett váltanom, úgyhogy ugye az is az akut ellátásról szól, szóval ott is bejön a baleseti sérült, tessék vele valamit csinálni. Emellett most már 40 éve mentőzöm, ugye az meg abszolút az akut ellátásról szól, ugye ott a beteg, tessék vele valamit csinálni, sőt ugye ott még magadra is vagy utalva, szóval ott a lehetőség az, hogy az ember valami segítséget kérjen valakitől, az erősen limitált, és ugye a sürgősségi ellátás is alapvetően erről szól, hogy bejön a beteg, vannak panaszai, állítsunk össze egy képet, mit kell csinálni, milyen diagnosztikai vizsgálatok összeáll valami, hogyan kezeljük, hogyan tovább vele, mert ugye hát a sürgősségi ellátás az ugye nem egy tartós ellátásról szól, amilyen az első 24 óra. És utána ezeket a betegeket hazaengedjük, más osztályra helyezzük át, és így tovább, és így tovább. Szóval engem mindig is ez értetett a kihívás, az adrenalin ebből a szempontból. Habár ugye itt most már azért egy jó pár éve azért az ember most már nem arról szól, hogy jaj Istenem, mi lesz a következő eset, jaj mi lesz, jöjjön. Szóval azért így 40 év után az ember már kicsit több rutinnal bír, és mondjuk jobban össze tudja rakni tulajdonképpen a képet, de erre is azért nagyon-nagyon vigyázni kell, mert a rutin az félreviheti az embert egy idő után. Szóval ha csak a rutinból dolgozik, akkor az nem jó. Nekem az életemben nincs meg az a klasszikus rendszeresség, mármint úgy értem, ez a 9-to-5, ugye az ember reggel bemegy dolgozni, benn van 4-ig, 4:30-ig, utána hazamegy, aztán csinálja a dolgait. Szóval teljesen hektikus. Persze ebben van azért némi rendszeresség, ugye általában a hétfői napok szólnak mindig a mentőszolgálatról,
a csütörtöki, szerda-csütörtöki napok szólnak ugye a 60-i sürgősségi osztályról, és a többi ugye a kedd, meg esetenként a péntek, az részben az oktatás, előadás, szakértés, bírósági tárgyalás, szóval ezek általában így férnek bele. Megmondom őszintén, most már egy jó pár évvel, ha lehet, akkor a hétvégi munkavégzést azt szoktam kerülni. Ez persze nem azt jelenti, hogy soha nem, de például mondjuk, ami hétvégén szokott lenni ugye a Fradi meccsek, ahova járok, de nem nézőként ugye a végközépbe, hanem mondjuk ott is ugye a mentőszolgálattal járok ki, és akkor ott ugye orvosként dolgozom, és általában ott szoktam ülni a játékos kijáróba. Ugye ez az úgynevezett pit doktor feladat, és ez egy nagyon-nagyon más. Azt gondolom, hogy ez szerintem egy nagyon fontos dolog, az a sport, amit az ember rendszeresen végez. Most sajnos a futás most már fél éve nem megy, mert van egy Achilles-én gyulladásom, és azért nagyon-nagyon megkeserítette a mindennapjaimat, de ez nem azt jelenti, hogy akkor offoltam a sportot, hanem mérgembe vettem egy evezőgépet, és otthon gyakorlatilag napi rendszerességgel, vagy legalábbis egy héten mondjuk legalább ötször evezek, és ez azért tök jó, mert ugye futás az megint másról szól, az tényleg arról szól, hogy az ember nekiindul, és akkor fut, fölteszi a zenét. Itt nem zenét hallgatok, itt általában valamilyen podcastot szoktam leginkább nézni a közben, vagy éppen hallgatni, és azért az úgy nagyon jó. Utána még egy gimnasztika van, egy kis edzőtermünk lent ott az alaksorban, és akkor ott az ember tényleg a napi mozgás mennyiségét ki tudja élni, és általában, amikor én evezni szoktam, akkor a feleségem spinninggel. Nagyon sok akkor így a munka, közben beillesztve a sport, tehát hogy ezt így harmóniában lehet tartani? Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy igen, mert amire az ember akar időt szakítani, arra tud is. Ráadásul én nem nagyon sokat szoktam aludni, nekem általában az a 4-5 óra az elegendő. Uh-huh. És ugye azért itt az elmúlt 40 évben itt az ügyeletben azért megszoktam, szóval azért egy kórházi ügyelet az nagyon-nagyon ritkán szól olyanról, mint például ez a mostani éjszaka, uh-huh. hogy gyakorlatilag ki se vonultunk és ben voltunk végig a mentőállomáson. Ami persze az ember azt mondja, hogy tök jó, mert nem volt szükség a rohamkocsira, de ugyanakkor azért a tétlenséget se szereti az ember. A közjó szempontjából nézzük, akkor az a jó, ha nem mozog a mentőautó, viszont a benne ülőknek meg ott van bent az energiájuk, hogy azért mennénk és csinálnánk ezt a dolgot. És persze emellett még azért belefér azért az, hogy ahogy színházba eljárjunk, hangversenyre most voltunk például a pénteken a Műpába, ugye a Boldocki Gábornak volt egy zseniális trombita estje, aki nekem mellesleg ugye az egyik kedvenc, legeslegkedvencebb komoly zenészem, ugye én a barokk fúvózenért oda vagyok, és nagyon komoly gyűjteményem van, mint CD-ben, mint pedig bakelitben. És hát Boldocki Gábor, ugye, mint a világ egyik legjobb trombitása. Ritka gyümölcs, hogy Magyarországon föllépjen, de akkor én mindig ott vagyok, és akkor meghallgatom a Gábort, mert tényleg zseniális. És az mondjuk még teljesen jól. Én például otthon munka közben általában, ha dolgozom, akkor mindig barokk fúvózenét hallgatok, és az nagyon klassz. Én úgy olvastam, hogy a családja is ilyen nagyon sok generációs, öt generációs orvosok? Igen, és ez most megszakadt minden oldalról, már abból a szempontból, hogy sem a bátyámnak a fia, sem pedig az én fiam, ő nem lett orvos, amit én abszolút nem bánok. A fiam az építészmérnök, és azt kell, hogy mondjam, hogy tök jól választott. És ennek van Budapestért díja, meg más kitüntetés, mert hogy van sportért, meg ifjúságért, tehát erőfeszítései, lépései, ezeket hogy éli meg az ember? Tehát amikor egy orvoscsaládból elindul az egyetemre, tehát azt, amit ön elképzelt akkor, amikor elindult ezen az úton, elérte azt, ami... Ha most visszanézek erre az elmúlt időre... Alapvetően azt gondolom, hogy tök jó, nem csinálnám másképpen, de azért volt benne azért az a törés, hogy én baleseti sebésznek készültem, amiatt nekem szakterületet kellett váltanom, és azért én azt gondolom, én azon szerencsés kevesek közé tartozom, aki úgy tudott váltani, hogy nem egy megkeseredett emberként éli az életét, és azt mondja, hogy hát ezt szerettem volna lenni, ezt csináltam, mit tudom én, x évig utána valamiért nem tudtam, és most ezt csinálom. Nem. Én valahogy ebből a szempontból tök jól jöttem ki, és nagyon jó. Persze ez nem azt jelenti, hogy az a váltás időszak, amikor az ember szembesül ezzel, akkor az arról szólt, hogy de jó, végre, már nem kell balesetsebésznek lennem, hanem csinálhatok mást. Szóval azért az nem volt egy
aranyoldalakon említendő történet, de teljesen jól kerültem ki belőle, és ez szerintem nem csinálnák igazándiból semmit sem másképpen az életemben, amit hogyha megint előről kéne kezdeni ezt a dolgot. Most ön az egyik legnevesebb orvos az országban. De talán azért, mert mondjuk viszonylag sok média megnyilvánulásom van, és mert hogy elmondom, elmerem mondani, vagy el tudom, vagy el akarom mondani a véleményemet. Leginkább ugye azokról a dolgokról, ami ugye a szakmába tartozik, mert ettől még persze megvan a véleményem mondjuk a orosz-ukrán háborúról, megvan a véleményem az euróról, és így tovább, amit megbeszélek otthon a feleségemmel, a barátainkkal, eszmét cserélünk, de ez abszolút nem tartozik valójában a nyilvánosságról. Én szinte mindig olyanról kommunikálok a nyilvánosság előtt, ami azért valahol a szakmához, a szakmapolitikánkhoz, vagy a szakterületemhez kötődik. És szerintem ez fontos. Meg hát a másik tényleg az, hogy az embernek legyen meg egy nagyon széles látókörű, hogy ezt a világot ismerje meg, mert azért az a világ, ami most van, azért nagyon gyakran alapvetően arról szól egy nagyon, nagyon durva mondatról, hogy ne gondolkozz. Szóval, mert ha gondolkozol, akkor abból baj lehet, hanem higgyél az óriás plakátnak, hallgassd a Kossuth Rádiót, nézd az M1-et, olvasd az Origót, kövesd a Megafont, és akkor minden tök jó. És alapvetően ezt nagyon-nagyon sokan megeszik ezt a dolgot, de nagyon remélem, hogy sokan nem, akik egy kicsit akkor körbenéznek, és mondjuk persze nyelvtudás nélkül elég nehéz, hogy olvassanak mondjuk olyan hírportálokat, olyan híreket hallgassanak, mondjuk akár a BBC-t, ami szerintem mondjuk alapvetően egy olyan fontos alapja ma a különböző médiumoknak, ami nélkül el nem lehet képzelni, akár egy CNN-t, vagy bár az kevésbé, vagy egy Fox News-t, vagy egy Euronews-t, ahol azért a világról egy kicsit valódik képet kap az ember, és tulajdonképpen nem azt, mint amit az előbb felsorolt mondataim sugallnak. Igen, tehát akkor ön ebbe az irányba, amikor tájékozódik nap mint nap, akkor inkább Kinézünk a világra. Abszolút, mert hogyha itt csak belül maradunk, akkor tényleg nagyon fényesnek látjuk ezt a világot, de azért ez valljuk be őszintén most, amiből most benne élünk, és ez most nem a politikára vonatkozik, hanem mindenre, az inflációra, a háborúra, a járványra, a gender kérdésre, szóval ez most azért nem a legvidámabb időszaka tulajdonképpen akár itt Európának, hiszen ha megnézi, ugye a lakosság számunk az fogy, Európá is, ugye a magyaroké is fogy. Ugye pont az elmúlt év végén volt egy konferencia a Magyar Tudományos Akadémiában a jövőről, hogy hogyan állunk, és itt azért, amit elénk vetítettek ugye itt a KSH-ban dolgozó szakemberek, ugye 2050-re, hogy hol fog tartani Magyarország, a legrosszabb esetben 8,2, a legjobb esetben migrációval, befogadással együtt 8,7 millióan leszünk. És azért ez 1 millióval kevesebb, mint ahányan most vagyunk, és ha ez a tendencia nem fog megváltozni, akkor szép lassan el fogunk tűnni. Jó pár száz évnek odáig ugye azért el kell tenni, de amit megjósoltak például, hogy lesznek Magyarországnak egyes részei, például az észak-keleti régió, hol akár egész települések válnak majd lakatlanná. És azt gondolom, hogy ezek azért nem jó tendenciák, és mondjuk, vagy itt van például a globális felmelegedés, ami mondjuk a fiataloknál egy nagyon komoly szorongás helyzetet okoz, hiszen ugye ez már nem rólam szól, ugye, aki nem sok 10 évre tervez előre, hanem arról a mai 10-20 éves generációról, akik előtt még mondjuk egy 50-60 év élet biztosan áll, hogy valójában ők milyen földet kapnak, és ha megnézzük az elmúlt évek statisztikáját, akkor itt azért borzasztóan ugye komoly, pozitív változás volt már a hőmérséklet szempontjából, vagy gondoljon például az inflációba, hogy ez mennyire jelent mondjuk megélhetési szorongást az emberek számára, és most nem csak feltétlenül arról van szó, hogy mondjuk 25-a után, ha bemegyünk a hipermarketbe, akkor ott tudunk-e vásárolni, vagy nem tudunk, hanem például, hogy tudja a család mondjuk vállalni annak a gyereknek az oktatását, aki okos, ügyes, tehetséges, felvételt nyer mondjuk egy egyetemre, ami a lakóhelyétől mondjuk 100 kilométerre van, és onnan nem lehet ingázni ott, és ha nem kap kollégiumot, akkor mondjuk nézze meg mennyi, mondjuk akár egy vidéki városban is az albérlet, Nogdacu lakást venni, hát ez meg azt gondolom akár egy science fiction filmnek a címe is lehetne összességében. Szóval ez nem éppen most az a legboldogabb világ, amire az ember azt mondja, hogy na,
ezt akartam. Ez már részben át is vezet egy picit oda, ami ugye maga a függőségek kérdése, de azért szeretném még azt megkérdezni, hogy most elégedett azzal, amit idáig ön a szakmai útján, karrierén is az emberekért tett, és hogyan érzi, hogyan látja mondjuk 20 év múlva? 20 év múlva? 83 éves leszek, ha megérem, ne vicceljen már 20 év múlva, hát akkor már nem az lesz, hogy na, Zahár Gábor előadást tölt, és akkor gördítsétek be Gabi bácsit az ülőkocsiban, mert már fölállni nem nagyon tud. Azért reggel így most már, amikor az ember föl kell, azért nem arról szól, hogy hanem azért, amikor lejövök a lépcsőn, akkor azért ott az itt fáj, meg a térdem, meg a derekam, meg ez, meg az. Szóval azért nem, hát 20 év nem. Szerintem 20 évre az ember így ne nagyon tervezzen előre, ha bár ugye az átlag életkor nő, de még mindig azért 5 évvel le vagyunk maradva az unió átlag életkorához képest. De én azt kell, hogy mondjam, hogy én amit eddig tettem, azzal úgy elégedett vagyok, és most gyakorlatilag, hogy mi az, amit az ember fölvállal még itt a jövő szempontjából. Itt azt gondolom az oktatás, meg az információ átadás szerintem az, ami nagyon fontos, hogy beszélni az emberekkel. Ma már persze, ugye az online világ az, ahol a legtöbben ugye már elérhetőek, ahol bizonyos dolgokat meg kell próbálni esetleg megmagyarázni, kommentelni, elmagyarázni az embereknek. Vagy itt vannak az előadások, ahova hívnak, és éppen a hétvégén voltam Gárdonyba, ahol több mint 400-an voltak jelen egy két órás előadáson, és azért ez hihetetlen jó érzés, hogy eljönnek az embert, és meghallgatják, és végülik azt a két órát. És szerintem fontos, hogy az ember megtartsa a hitelét, alapvetően, hogy olyanokat mondjon, ami a valóságról szól, nem beszélve arról, hogy mindezt próbálja úgy semlegesként, hogy gyakorlatilag a háta mögött semmilyen pártnak, mozgalomnak az ászlaja nem leng. És szerintem ma ez az egyik legfontosabb, mert alapvetően nagyon sok olyan párt, mozgalom van, amilyen már abszolút hitelvesztetté vált. Hát ha megnézzük itt a politikusokkal kapcsolatos mindenféle híreket, most tök mindegy, hogy ez most a patkónak melyik oldala, azért alapvetően mai politikusnak a megbecsülése az Magyarországon az nem éppen a legmagasabb. Hogyan jött ez, hogy ezzel a nehéz témával, mint a függőségek, ahol ugye, mint ma már eléggé benne van a köztudatban, hogy nagyon sok mindent vetítsünk vissza gyerekkorra, hogy ott milyen minták voltak, milyen a stressz, akár már az anyának milyen a stressz a kisgyermeknek. Hogyan kezdett el ezzel foglalkozni? Nyilván hát ez is a munkájából a... Igazándiból sehogy, megmondom őszintén, hát honnan, amikor én ugye a Péter Sándor Öcsi kórházba kerültem ugye a toxikológiára, ugye ott azért nagyon sok függővel találkoztam, de ugye ez is egy érdekes dolog, hát függő, hát itt körülnézünk, hát hányan vagyunk függők most, nem illik ugye a riportertől visszakérdezni, de önnek például hányféle függősége van, nekem például, ne is válaszoljon, nekem például hányféle függőségem van, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor holnaptól pszichiáterhez, pszichológushoz kell járni, családterápiára, stb. Egy csomó olyan függőségünk van, amivel együtt tudunk élni, ha ezt azért valamilyen keretrendszerbe tudjuk valójában művelni, de ott ugye, meg ugye az is érdekes, hogy maga a függőség szóról, ugye mi jut az eszünkbe? Eszünkbe jut az alkohol, a kábítószer, a szerencsejáték, a dohányzás, a kávé, nagyjából ennyit tudunk egyszerre kimondani egy levegőben, utána veszünk egy mély levegőt, és utána még tudjuk ezt nagyon sokáig folytatni az evésen át, a szexen keresztül, a sorozatokon át, a munka, és egy csomó-csomó dolog még bejött, de érdekes dolog, hogy a függőség szó az alapvetően negatív értelemben van jelen a társadalomban. És ha valakiről azt mondják, hogy függő, ez nem kifejezetten egy dicséretes dolog. Pedig ugye itt is a keretrendszerek nagyon sok mindent meghatároznak. Mondok egy példát. Ha mondjuk meg tudná az ember magának engedni, azt mondjuk, hogy naponta leül, és két órát olvas. Két órát. Hogy aztán most ő verset olvas, regényt olvas, szakirodalmat, Júlia és Románát, mit tudom én, bármi, tök mindegy, de tök jó lenne, ha két órát tudna olvasni, mert szeret olvasni, függő az olvasástól. De ezt nem nagyon engedhetjük meg magunknak időbe, de mi van akkor, hogyha ez nem két óra,
hanem 12 óra, vagy 14 óra. És azt mondom, hogy elhanyagolom a családot, elhanyagolom a munkámat, és olvasok, és zabálok mindent, mindenevő vagyok ebből a szempontból, az mit is jelent? Ha én 2 órát olvasok, naponta olvasás függőként egy keretrendszeren belül mozgok. De a 12 óra, az is egy keretrendszer, de az már egy olyan keretrendszer, ami egy abszolút patológiás keretrendszer ebbe az egész dologba. És ugye arról, hogy olvasás függőség, szoktunk beszélni? Nem nagyon szoktunk beszélni. Ráadásul egy olyan országban, ahol a magyarok 50%-a alapvetően nem olvas. Most persze nézi ugye a Facebookot, nézi az Instát, meg egyéb más ilyen dolgokat. De a most, és tök mindegy, hogy most az olvasás alatt, most tényleg azt értem, hogy mondjuk leül, és mondjuk egy TGM cikket elolvas mondjuk a mobiltelefonján keresztül, ami azért komoly meló, mert ő azért nem szokott szegényként, ugye nem írt rövid dolgokat, meg azért van, ahol kétszer is vissza kell térni egy mondatra, hogy az ember meg tudja fejteni, hogy ő valójában a maga zseniális agyával ugye mit akar tulajdonképpen leírni, vagy például papíralapon olvas, hát én még az a generáció vagyok, aki rövid dolgokat tud csak online elolvasni, vagy számítógépről, én még papíralapon, én még kinyomtatok egy cikket, ha el akarom olvasni, egy szakcikket. Jó, van könyvolvasom, mert ugye az egy praktikus dolog, mert azt az ember a zsebébe rakja, és amikor föl a tömegközlekedés, akkor előveszi, megnyomja a gombot és olvas, és nem viszi magával a könyvet, a vékonyat, a vastagot, vagy elmegy nyaralni, akkor ugye miről szólt, hogy 3-4-5 könyv ott volt benne a csomagban, 2,5 kiló. Most pedig ugye ott van a könyvolvasó, 40 deka, és ott van benne nem 4-5 könyv, hanem egy fél könyvtárnyi könyv tulajdonképpen belefér. A függőség akkor ilyen értelemben, tehát nagyon sokrétű lehet, de végül is definiálná nekünk, mert hogy én úgy hallottam, hogy onnantól függőség, hogyha valami negatív dolgot eredményez nekem, vagy a környezetemnek. Nem feltétlenül, amikor az életünknek a részévé vált. Mondok megint egy másik példát, itt ez a klasszikus dolog, a normál A4-es magyar munkavállaló, aki tök becsületesen teljesíti a munkáját és dolgozik, és nincsen vele semmi gond a munkáján, hazafelé menet, bemegy ide a Bajcsin lévő egyik ilyen szupermarketbe, és vesz magának 3 doboz sört. A 249 forintért. Hazamegy, otthon van este 6 órára, és 3-szor hangzik fel aznap este ez, hogy és megissza azt a 3 doboz sörét este. Lesz tőle valami baja? Be fog tőle rúgni? Nem. Részegen fog otthon dajdajozni, és megveri a feleségét, baltát ragad a családjá? Nem. Picivel többször elmegy pisilni, hát mégiscsak másfél literrel több folyadékot betolt magának, 6-tól mondjuk 9:30-ig. Ő alkoholfüggő. Van esély arra, hogy ő elél 120 éves koráig? Van. Miért ne lenne? Alapvetően, hiszen nem arról van szó, hogy ő naponta megiszik, mit tudom, 1 liter vodkát 5 sörrel hígítva, hanem itt is azért egy bizonyos keretrendszeren belül van, és ő ezzel el tud élni nagyon-nagyon sokáig. És nem az lesz, hogy a szomszéd megint hallja, hogy na, ez a rohadt már megint részegen jött haza, már megint verekszik a családjával, mert a kocsmába volt, stb. Vagy otthon itta meg azt a mennyiségű alkoholt, és utána állt neki otthon valójában balhézni. Szóval én azt gondolom, amikor az életünknek úgy a részét képez, hogy ez egy teljesen természetes dolog. Nekem például teljesen természetes dolog az, hogy hazamegyek, leülök a számítógép mellé, és beteszek mondjuk a CD lejátszóba egy barokk trombita zenét, és akkor azt hallgatom. Mert függője vagyok a barokk trombita zenének, és mit tudom én, 2 heti rendszerességgel eljárok a Rózsavölgyibe, a zenei antikváriumba, böngészem az internetet, hogy jelent meg-e valahol egy új trombita lemez, ha olyan, akkor azt megrendelem, és így tovább. És persze ez hol patológiás? Valamennyi időmet elveszi, amit lehet, hogy másra tudnék esetleg hát költeni időt. És itt azért nagyon érdekes dolgok ezek, hogy hol húzzuk meg a határt. Összesen 2 darab olyan függőségünk van, amelyik olyan jellegű elvonási tüneteket okoz, ami önmagába véve életveszélyes. Az egyik az alkohol, a másik például a GINA, a GHB, a gamma-hidroxibalsav. A többinél egy heroinista, amikor okádik, fáj az összes ízülete, az izmai, izzad, szarul van, és azt mondja, hogy a kurva anyját, ha nem jut a kanyakhoz, meg fogok dögleni, ő nem fog meghalni. Ő abba fog meghalni, hogy fogja magát, és kiugrik a 7-ről.
mert az elvonási tünete nem fog olyan jellegű élettani változásokat okozni a szervezetében, ami miatt ő életveszélyes állapotba kerül. Szarul lesz, ez tagadhatatlan. Ez olyan, mint a nikotinfüggő. Azt mondja, abba hagyom a dohányzást. Elnyomja, többet nem gyújtok rá. Megy az utcán, valaki dohányzik. Végül. Nem? Megy utána, szippantja be, jaj de jó, este nem fog tudni elaludni, pótcselekvés, mit csinál? Eszik. Mondjuk meghízik 10 kilót, leszokott a dohányzásról. És valamilyen másfajta függőségre egy kicsit valójában átépül. Ez persze nem törvényszerű, mert gondolom, ön is találkozott olyannal, aki leszokott a dohányzásról, és nem hízott meg 15 kilót. Hanem normálisan, teljesen tartani tudta valójában a súlyát. De nagyon sokszor az ember kompenzál valami egyéb mással, amivel megpróbálja helyettesíteni ezt a dolgot, de ez nem feltétlen. Ezek általában ezek itt dőlnek el. Tényleg szar, mert feszült lesz az ember, ideges lesz, meg ott vannak a megszokások, nem a reggel föl kell, például ez a koffein is. Ugye nagyon érdekes dolog, ugye azért sokan vannak úgy, hogy reggel föl kell, tiszta zombi állapotban van, ugye oda megy a kávéfőzőhöz, vagy a kotyogó bármi, lefőzi az első kávét, bedönti az első kávét, éppen hogy csak már beletocsant a gyomrába még az a kávé, és azt mondja, most már jobban vagyok. Kérdés, mennyi koffein szívódott fel addig az ő szervezetébe? Minimális mennyiségű. Van ennek valami, nem, ennek olyan pszichés hatása van, hogy ez a reggel szóljon arról, hogy megiszom a kávét, rágyújtok, és mi a harmadik? Kimegyek vécére. Így van. És ebből, ha valami hiányzik, ha mondjuk leszokik az illető a dohányzásról, akkor lesznek székletürítési problémái. És kell legalább 1-2-3 hónap, amíg egy új rendszerre tulajdonképpen a saját szervezetében áll. Mert hosszú éveken keresztül ezt gyakoroltam, fölébredek, vagy ott van például abszolút, nagyon gyakran a szokásaink. Maga az a negatív függőségek, mint a dohányzás, az alkohol és a kábítószer, akkor itt én egy olyasmit hallottam, és erről kérem a véleményét, hogy hogyan definiáljuk azt, hogy negatív hatással van rám, az fogyasztóra, és a környezetre is, mert ugye gondoljunk bele egy alkohol, nála a családba. Persze. Tehát, hogy ennek meg lehet mondani mondjuk egy mondattal Az a baj, hogy nem, mert ugye az alkoholnál azt mondhatom, hogy ugye, ha megnézzük, hogy melyik az a kemikália, ami tulajdonképpen eddig az emberiség története során, vagy legalábbis mondjuk az alkoholfogyasztás története során a legtöbb családot kvázi szétverte, akár szó szerint értendően, ez az alkohol. Egyszer említette, hogy ha most találnák ki ezt, akkor ez lenne a legjobb. Egy legnagyobb titkot kéne tartani. Magát, ugye ezt a vegyületet, ugye az etanolt. Mert azért ez az, ami a legtöbb kárt okozta ugye az embereknek. Hogyha megnézzük ugye itt a történelem során ugye az alkoholfüggőség, ugye a megvonási tünet együttes. Magyarországon is kb. 30 ezeren halnak bele évente ugye az alkoholfogyasztásba. És nem abba, hogy berúgtam, mit tudom én, leesek a cigéről, beütöm a fejem, meghalok, van ilyen is, hanem azok a krónikus hatásai, hogy az ember itt szép lassan leépül, ugye a mája tönkre megy, és akkor egy csomó negatív hozadéka van ennek az egész dolognak. De például vannak mondjuk olyan függőségek, amikről például egyáltalán nem is nagyon beszélünk, pedig itt él közöttünk, mondjuk a hashajtó függőség. Ez egy... Szóval belegondol, akkor ez egy olyan témát tárgyal, ami azért éppen nem a napi kommunikációnak a része szokott lenni. De nem kérdezzük meg egymástól, hogy Kata, kakilt reggel? És ha igen, akkor miért? És hány ember küzd székletürítési zavarokkal? Aki bent a munkahelyén nem megy el a WC-re, mert millió egy oka van, és akkor majd pénteken bemegy a patikába, megveszi a kínai szűzteját, meg az ilyen hashajtót, olyan hashajtót, és nagyjából szombat délre tudja kiadni magából az egész heti termést. Gyakorlatilag, amikről beszél, az, amivel ön szembesül a munkája során? Tehát amikor ön mind az alkohol, mind a drogok, mind akár ez a gyógyszerek, vagy... Tehát, hogy most Nagyjából ezekkel találkozunk. Aha. Azért valaki általában nem fogod bekérni a sürgőségi osztályon, sorozatfüggő. Aha, jó. esetenként mondjuk a szexfüggőség. De például a szexfüggőség is egy tök érdekes dolog. Mert ha belegondol, ha ezt az ember otthon, egy monogám kapcsolatban végzi ezt a dolgot, hogy mit tudom én, alig várja, hogy hazarohanjon, asszonyt földobja a konyhakredencre, és akkor még este is, meg még éjszaka, és egyszer meg reggel is, persze már ha potenciával bírja, ezért valakit megszólnak? Nem.
Aha, és ezt látott lovakkal csinálja? Hát azért már igen. Aha, és mi különbség van a kettő között? Nagyon sok, tagadhatat, abszolút etikai, de függőség szempontjából nincs. Mert hát a kielégülésre törekszik, akárhogy... Jó, hogy attól hogy a part, mert... Így van, hogy mennyire tud róla a partner, de alapvetően ugye ez megint egy társadalmi, hogy is mondjam csak, szokás, hogyha ezt valaki otthon a négy fal között végzi, vagy akár a, még azt is megmondom, hogy már fölfelé a liftbe, vagy a lépcsőházba, amikor már nem bír magával, vagy ugye a saját partnerével hossz éveken keresztül, az ember azt mondja, hogy semmi gond. Isten. Semmi gond, vagy hála Istennek, de ha ugyanez mondjuk a váltott lovakkal történik, akkor azért megszólják. Uh-huh. Bármelyik nemhez tartozik. Hát igen, de szerintem itt ez az etikai kérdés. Ez abszolút, igen. És például, amikor említette a székrekedést, arra bemennek, és akkor ez a gyógyszerfüggőség, és arra mondanak egy megoldást? Nem, alapvetően ugye azért is jön be az illető, mert mondjuk egy hete már nem volt vécén. Uh-huh. És akkor fáj a hasa, görcsül a hasa, és akkor hát vannak bizonyos vizsgálatok, amivel verifikálni lehet, hogy gyakorlatilag a vastagbél alsó része az ki van töltve céklettel, és akkor ott tényleg az ember elmondja, hogy akkor valójában ennek milyen fajta lehetőségei vannak, hiszen azért van rengeteg féle dolog, ahogy mit tudom, egy kicsit egészségesebb életmód, hogy például a mozgásszegény életmód, az például nagyon sokat negatív irányba változtat az ember székülítésén. Esetenként vagy például mondjuk akár idős embereknél is, ahol mondjuk nem elegendő a folyadékbevitel, ugye ami székletbesűrűsödéssel jár együtt. De itt vannak például olyan nem durva dolgok, mint egy, legyen ez a reklámai, egy Ferenc József víz, egy Mira víz, amelyiknek a napi rendszeres fogyasztása az mondjuk elősegítheti azt, hogy mondjuk ilyen problémába az illető ne hújjon bele, és ez nem csak az időseknek a problémája, ez a fiataloknál is azért ez előfordul. Most csak a problémával foglalkozunk, meg hogy egyáltalán mi erre a megoldás. De mi a kiváltó oka egy ilyennek? Tehát hát ez nagyon-nagyon sok minden lehet. Szerintem a fiataloknál, ugye ahol még azért a függőség kialakulása az idő kell. Azért ez nem arról szól, hogy most valaki elszív egy marihuanás cigarettát, akkor Jézus Mária, ő marihuana függő. Hát nem, abszolút, szó nincs erről. Szóval itt azért a szereknek úgynevezett addikciós potenciáljuk van, ami azt jelenti, hogy a függőség kialakulásának a valószínűsége, meg hogy a rendszeres fogyasztás kapcsán mennyi idő alatt alakul ez ki, és itt azért nagyon-nagyon különböző szerek vannak. Hát mondjuk egy opioid típusú szernél, heroin, fentanil, ott mondjuk akár 2-3 hét alatt is megjelenhet valójában a függőség, mint egy marihuana, alkohol, azért ott azért éveknek kell eltenniük azért, amíg a függőségről valójában beszélhetünk. Szóval az, hogy valaki, mit tudom, ilyen havonta kétszer lerészegedik, az nem alkoholfüggőségről szól. Az úgynevezett binge drinkingről, rohamivásról vagy periódikus ivásról, és azt gondolom, milyennek sokkal találkozik az ember, hogy hétvége, nagy berúgás, esetleg ráívás, másnaposság, otthon botrány, két hétig semmi. Nem, mert jól viselkedik, két hét alatt elülnek a hullámok otthon, és akkor megint. És ebből persze lehet alkoholbetegség, és ez azért már úgy az előszobája a történetnek, de nem kell, hogy feltétlenül ugye ez az egész dolog kialakuljon. Volt régen egy úgynevezett kapudrog elmélet, amivel azt mondták, hogy marihuána, és akkor az a belépő, és akkor onnantól kezdve elindul a lejtőn, és akkor mit tudom én, 3 hét múlva már szúrja a heroint a népligetbe. Szóval ez nem igaz. Ez nagyon-nagyon-nagyon nem igaz. Nagyon sokan azzal kezdik, és azzal is fejezik be. Uh-huh. És nem fog tovább lépni. Uh-huh. Megmondom őszintén. Szóval ezt a kapudrog elméletet, ezt el kell valójában felejteni, de azért ott vannak a party drogok, van, aki nem szív marihuánát, de mondjuk a buliba egy extázi, vagy bármilyen egyéb stimulánszert használgat. Szóval itt azért nem lehet ezeket egy kaptafára kezelni. Nem beszélve arról, hogy azért a mai világunkban több mint 900 szer van. Uh-huh. Ami kint van a piacon. Gondoljunk bele, 900. Amikor én kezdtem a pályámat, ugye ott a Péterfibe, 90-es évek végén, akkor volt a marihuana, az amfetamin, az ecstasy, volt időnként LSD, volt heroin, ugye akkor ez egy elég népszerű történet volt, néha egy-egy egyéb, és volt néhány kísérletező, aki mit tudom én, ilyen növény, havai farózsa, alulukie, LSD, stb. Gomba, és ennyi. Uh-huh. És ehhez képest ma ott tartunk, hogy az Európai Drogmonitorozási Központ, az MCDDA több mint 900 szert figyel. Uh-huh. És ez azért egy óriási nagy változás. Uh-huh. És ahogy
ott akkor, 90-es évek vége, 2000-es évek elején viszonylag tisztán lehetett látni azt, amikor bejött, na ez a herkás, ez a, ma abszolút nem látjuk ezt tisztán, ez egy teljesen vegyes kevertről szól ez a dolog, nem beszélve arról, hogy ez a 90-es évek vége, az egy olyan jól ismert szerhasználat volt. Szóval ott megvoltak ugye a szerek. Ma, amikor behoznak valakit, nem tudjuk megmondani, hogy mit használt. De persze nem is érdekel bennünket, mert nem az érdekel, hogy mit használt, hanem az, hogy milyen klinikai tünetei vannak. Úgyhogy összességében ez a mostani, ami ma van, ez az orosz rulett. Az, ami ott volt, az egy sokkal-sokkal letisztultabb szerhasználat volt, mint ami most napjainkban van. Ma már nagyon sok olyan írott és filmes megjelenés van, ami abszolút visszavezet minket valahová ilyen nagy társadalmi problémákra, összességében a stresszre, összességében arra, hogy már magukat, az anyákat nem csak vizsgálgatni kéne, hanem az életvitelét, hogy hogyan éli meg az anyaságát, ő neki mi volt a korai éveiben, tehát egy csomó ilyesmiről hallani. Ez a mit hoz magával, mit kap a puttonyába. Igen. Ez szerintem egy borzasztó fontos dolog. És ettől még ott vannak ugye azok a társadalmi jelenségek, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy valakinél mondjuk a szorongás, az például nagyon intenzíven megjelenjen. És ma egyre inkább látjuk ugye a fiataloknál a szorongásnak a megjelenését. Ugye azok a statisztikák, amelyek nem olyan rég készültek, ugye az egyetemi hallgatók 51%-ánál a szorongás az egy elég komolyan jelenlévő. És most nem arról van szó, hogy holnap vizsgázom és este be vagyok szarva. Hát ezt gondolom ismerjük ezt a történetet, hogy holnap vizsga, és még van 150-200 oldal, még nem néztem át, és akkor jaj, többet ilyet nem csinálok. Persze a legközelebb vizsgán is pontosan ugyanezt csináltuk, ez egy tök normális dolog. De ma már például a szorongással ott is találkozik a gyerek, hogy már ötödikbe azt hallja, ötödikbe, ugye 10-11 évesen, ha nem tanulsz, fiam, ebből nem lesz hatosztályos gimnázium. És már ott teljesítménykényszerben van, ha nem tanulsz, ha nem lesz nyelvvizsgát, ha bár most ugye ezt picit megváltoztatnak, nem is picit, akkor ebből nem lesz Corvinus Egyetem fiam, nem fognak téged oda fölvenni, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy ez a fiataloknál a stressz, az hihetetlen módon jelen van ma. Ott van ugye a klímaszorongás, a járványszorongás volt itt, ugye a háborúszorongás, megélhetési szorongás, iskolai szorongás, gender szorongás. Ez is egy nagyon érdekes dolog, ami persze biztos az én időmben is megvolt, amikor én voltam kamasz gyerek, de most azért ez sokkal-sokkal intenzívebben jelen van, ez egész gender kérdés, hogy te most akkor hova sorolod magad, hát persze nem feltétlenül mindenki a két végponton helyezkedik el, de azért ne gondoljuk azt, hogy itt mondjuk itt a Balaton utcai óvodában a gyerekek arról beszélgetnek, hogy akkor kioperáltassa magát, tehát fiúból lányá, vagy lányból fiúvá, szóval ezek azért nagyon-nagyon durva túlzások összességében, de a szorongó fiatalságnál ez jelen van, és a szorongásnak tök jó feloldása idézőjelben, természetesen az alkohol, a tudatmódosítószerek, és ebbe beleértem most a gyógyszereket is esetenként, vagy az olyan jellegű extrém magatartások, amelyik mondjuk az adrenalin függőség felé tud vezetni. A felnőtteknél a depresszió, hiszen a magyar lakosságnál járvány előtt 30%-os volt a depresszió jelenléte, a járvány harmadik hullámában ez fölment 49%-ra, azért az nagyon komoly emelkedés, és most is nagyjából ott tartunk. És jó, persze depresszió és depresszió között van különbség, szóval a súlyos depresszió az egy nagyon-nagyon durva pszichiátriai betegség. Szóval az nem arról szól, hogy akkor most nincs kedvem reggel fölkelni, mert nincs kedvem. Volt ilyen? Ha persze, hogy volt, hát nekem is volt ilyen. De ez nem depresszió, hanem ez az, hogy mit tudom én, a tököm tele van valamivel. A depressziósnak hiába mondom, hogy szedd össze magad, kelj föl, fürödj meg, öltöz föl, stb. Nem fogja. Vagy például az online világ, ami hihetetlen módon jelen van az életünkben, hogy mennyit használja az ember a telefonját. A Dracula a telefonban az ránk telepedett hihetetlen módon, és ugye az információ azonnal kell, és valami történik, ha valami történik, és lemaradok, akkor onnantól kezdve, főleg a fiataloknál, de ez már nem csak a fiataloknál van, akkor arcvesztetté válok.
Hallottam egy tanítást az elmúlt években, amit tovább gondoltam. Az idézőjeles ördögök mindenhol ott vannak a világban, és borzalmas dolgokat csinálnak. El tudják téríteni az embereket a valóságos életüktől, életük értelmétől, félelemkeltéssel és szórakozáskeltéssel. Szórakoztatóiparral, médiával. El tudják terelni az emberek figyelmét a virtuális világgal, a valóságos életünkről, a szellemi fejlődésről. És nem csak médiával, hanem kényelemmel. Létrehozták a kényelmi, fogyasztói társadalmat. Mindegyik említett eszköz az emberekre manipulatív módon hat, az érzelmeinket célozzák meg, mint például a vágyaink, a frusztráció, a gyűlölet vagy a nem tudás. Ha ezt megérti az ember, akkor ráébred, hogy mennyire értékes az élete, és hogy mi dolga van itt a Földön. Mindent, amit így elsorolt, csak oda vezethető vissza, nem? Hogy azok a gyerekek vagy fiatalok, akik most ebbe a kérdéses helyzetbe kerülnek otthon, van-e olyan felnőtt minta, vagy olyan személyiség, aki a biztonságot nyújtja, aki a valódi értékeket nyújtja, aki azt a mintát nyújtja, hogy nem így kell a feszültséget oldani, hanem elmegyek. Hogyha valamit érzek, akkor esetleg elmegyek futni, vagy meditálok, vagy szellemi gyakorlok-e róla. Vagy kommunikálok. És ez szerintem fontosabb, mert ugye a meditációt ezt meg kell tanulni. Ez egy tanulási folyamat alapvetően, és ezt meg lehet tanulni, és alapvetően azt gondolom, hogy a mentális kultúránk az azért a béka senki alatt van. Jócskán és ugye az impulzus kontroll zavaros embereknél is például az, hogy hogyan tudja levezetni ugye azt a fajta feszültséget. Ezek mind tanulható dolgok. Ja, de az egy, rá kell szánni időt, energiát, kettő pedig valakinek ezt esetleg meg kell tanítani. Igen, online meg lehet tanulni, meditálni, mert jó, most pont önnek mondom. Vegyük ki ezt mondjuk a sorból, hogy szellemi út, mert akkor ez majd a megoldási alternatívák között szerepeljen. Abban egyetért, hogy mindaz a fiatalokat érintő dolog, az egy generációval visszább lenne a megoldás, hogy olyan felnőttek, olyan szülők, akik föl vannak készítve mind az életkihívásaira, mind azt, hogy hogyan oldják a feszültséget. Tehát, hogy mi vagyunk a mintái, a példái a következő generációnak, hogy elmegyek-e futni, akkor kihagyom most a sorból azt, hogy egyébként nem hagyhatom ki, hogy milyen a szellemi beállítottságom, tehát hogy úgy kezelem-e a feszültséget, hogy kiordítom, vagy azt mondom, hogy minden nap úgy kelek föl, hogy hála Istennek. De Kata, azt ki lehet ordítani, amikor fölfut az ember a hegy tetejére, akkor nyugodtan üvölthet, mert miért is ne? Persze. Én úgy gondolom, hogy a gyereknevelés az a világ legveszélyesebb extrémsportja. Szóval azt egyszer lehet csak elrontani. És utána az a rehabilitációs időszak az nem biztos, hogy oda fog visszavezetni, onnan elindultunk ebbe az egész dologba. Igen, szóval ott megszakadhat a lánc, mert nem érek rá a gyerekkel foglalkozni, és itt jön ugye az a magyar statisztika, amit én már nagyon-nagyon régóta mondok. Egy átlag magyar gyerekkel, egy átlag magyar felnőtt naponta átlag 7-es percet foglalkozik. És ez nem azt jelenti, hogy akkor rá kell telepedni a gyerekre, mert igenis legyen meg annak az önálló élete, stb. De például én meg szoktam kérdezni a szülőktől, hogy mennyire ismeri a gyerekét. Milyen zenét hallgat, miket olvas, mi az, ami érdekli, miről beszélgetnek. És most nem az, hogy a lányok ittan kibeszélik az ABCD fiút, mert ez csak érdekelni a szülőt, de ez szerintem ez úgy igazából nem nagyon van köze. Hanem összességében, hogy hát mégiscsak ott élünk vele egy dobozba, és akkor ugyanúgy része ennek az egész történetnek. Mintája. Hát, hogy legalábbis jó lenne, hogyha mi lennénk a mintái. És erre mondtam azt, hogy ez egy baromi nehéz extrém sport. Szóval ezt jól csinálni, úgyhogy az ember hátra tudjon dőlni. És ugye van egy előadásom, aminek az a címe, hogy vajon tud-e nemet mondani. Mert ugye egy csomó dologra a megoldás az a nagyon egyszerű hárombetűs magyar szó, hogy nem. És ugye elvárjuk a gyerektől, ugye, hogy tudja nemet mondani. Aha, csak utána zárójelben ott van, és mi tudunk. És ettől a pillanattól kezdve azt gondolom, hogy először saját magunkkal kell rendben lennünk, saját magunknak kell belenéznünk abba a fránya tükörbe, és saját magunkról mérleget készíteni, hogy mindent tényleg megtettünk-e azért, és nem azt mondtam, hogy fiam, ha még egyszer meglátom, hogy rágyújtasz,
kitépem a karodat és feldugom a seggedbe. És ez biztosan egy olyan mondat, amire a gyerek azt mondja, hogy igen, akkor nem fogok rágyújtani. Lószart. Hát persze, hát ez, és ez be fog következni ez a beavatkozás, hogy a legközelebbi dohányzáskor apadom, hogy kicuppantja a gyereket, azzal a rendületben bedugja a seggébe. Nem. Hogy hogyan tudunk a gyerekkel kommunikálni bizonyos dolgokról. És hogy mitől van a például a gyereknek, mikor hazajött a korosz kedve? Mert hogy egy matek dolgozat nem sikerült, összevezett a barátjával, a barátnőjével, beszólt neki valaki. Szóval, és ezt hiába, mondd már el, fiam, el fogja mondani? Nem. Nem, hát hogyha nem azt fogja a elmondani, bizalmat érzi, nem fogja azt elmondani. De lehet, hogy utána, mit tudom én, egy óra múlva, amikor az ember, mit tudom én, ülésében csinál valamit, és akkor odajön, és azt mondja neki, hogy apa, szeretnék veled beszélni, vagy mutatnék neked valamit. Fiam, már dolgozom, nem látod? Szóval kész, bukott a történet. Föl kell állni, azt mondja, oké, nyomni egy mentésgombot, fölállni és oda menni. Mert annál nincs fontosabb, mert ez ráér. Hogy holnapra el kell készítenem a jelentést, a beszámolót, a cikket, a bármi egyebet, azt majd megcsinálom akkor, amikor a gyerek lefeküdt, és inkább egy órával kevesebbet, vagy két órával kevesebbet alszom, de attól nem fogok elvenni időt. Ezek a példák, ezek hogy a kommunikáció mennyire lényeges? Igen. Tehát, hogy itt a... Abszolút. Hát mennyire tudunk kommunikálni a gyerekkel. Igen, és gyakorlatilag szerintem ez egy ős társadalmi problémára vezet vissza. Tehát, hogy gyakorlatilag itt, hogy a szülők ne legyenek függők, legyenek jó példák, kommunikáljanak, és hogy a társadalom mennyire... Akkor is, ha még a szülő függő, akkor a saját maga negatív példáját el tudja mondani. Ha ő esetleg ezt fölismeri, hát, és hogy ezen tudott alapvetően változtatni. De például mondjuk egy családban, ahol mind a két szülő alkoholbeteg, ott 70% valószínűsége lesz annak, hogy a gyerek is alkoholista lesz. Ha csak az egyik, akkor ez 50%. És azért itt a genetika azért nagyon sok mindent meghatároz, de nem mindent. Szóval azért a szociális minta azért sok mindent fölül tud valójában írni. Hát ezért gondolom, hogyha a társadalom igazán felelős lenne, akkor odáig vinné vissza, tehát hogy akkor a kommunikációig odáig, hogy az az anya az ne stresszesen vállaljon gyereket, elmagyarázzák, hogy mivel jár a gyerekvállalás. Tehát az egész társadalmi védőburok az egy komolyabb lenne, egy biztonságot adó, ha tudná, hogy ez a korai évek meg a gyermeknek a nevelkedése az mennyit számít. Nagyon csak pontosan ez, amiről kellene kommunikálni, és itt van mondjuk a különböző médiumoknak óriási nagy felelőssége, ezt úgy hívják szerintem, hogy közszolgálatiság. Ahol alapvetően nem csak arról kell beszélni, hogy akkor most a brüsszeli szankciók hogyan járulnak hozzá ahhoz, hogy infláció legyen című történet, hanem például arról is, hogy mondjuk egy ilyen áldott állapotban lévő kismamánál ugye a különböző külső faktorok azok hogyan tudnak ráhatni. És amikor találkozom bent a kórházban mondjuk egy anyukával, aki dohányzik például, akkor az olyan kicsit értetlenül áll az ember. Persze nem értetlenül, mert pontosan tudom, de nem is értem igazándiból, hogy hogyan lehet például ebben az egészben ennyire felelőtlen. Ezek ilyen következményes dolgok, már ő sem lett arra. Persze, alapvetően, de mondjuk gondoljon bele, hogy miért nem olyan óriás plakátokat látunk, hogy tessék elmenni szűrővizsgálatra. Miért kell Magyarországon 10-szer annyi nőnek meghalni méhnyakrákba, millió lakosra vonatkoztatva, mint Finnországba? Jobb a genetikájuk a finneknek, és ők kevésbé hajlamosak a méhnyakrákra a finnők, mint a magyar nők? Nem. Szó nincs erről. Nem mennek el szűrővizsgálatra. Vagy a férfiaknál a prostatarák, a vastagbéldaganat, ugye, miért nem mennek el szűrővizsgálatra? És amikor akkor fedezik fel a vastagbéldaganatot, amikor bélelzárodást okozott, és ott van az ekkora nagy bumszli tumor a belébe, akkor már idézőjelben hagyjuk ezt az egészet. Jó, nem teljes mértékig, de nem sokkal egyszerűbb lenne megtalálni ezt egy szűrővizsgálat során, amikor ott van hoppoli, puff, le, jaj, izé, és akkor már is lehetne indítani a kezelést. Szóval én azt gondolom, hogy erre, és nagyon sok népegészségű program indult el Magyarországon, de egyik se tudta beteljesíteni azt, amire hivatott volt. És ha megnézzük például a megelőzhető betegségek halálozásában elsők vagyunk Európában, a daganatos betegségek halálozásában elsők vagyunk Európában. És ennek mi az oka, hogy itt mert ez tartunk? Nem érdekli. Szerintem ez... Nem prioritás? Ez nem prioritás. Ez nem prioritás. Hát pedig ennél nagyobb prioritás, mint az egész, amiről most beszélünk, mert ugyan a függőségek témáján, de az egész egészségügy, mentális, fizikai egészségről beszélünk már. Miért nem prioritás? Erre nem tudok válaszolni.
És már beszélt a jelenlegi helyzetről, ezekről a negatív statisztikákról. Most egy picit térjünk vissza, hogy arra van stratégia, vagy statisztika van arról, hogy Magyarország az például visszatérve az alkoholizmushoz, vagy a függőségekhez eléggé vezető helyen van. Erre bármilyen stratégia? Nincs. Vagy... Nincs. Magyarországon nincsen, nem létezik alkoholstratégia. A kábítószer stratégiánk az 26 hónapja lejárt. Uh-huh. És nincs egyelőre nyoma se, hogy lenne új stratégia. Ez nem azt jelenti, hogy ezt föl kell adni, ezt a dolgot, hiszen például mondjuk itt van a kábítószer című történet. Én úgy gondolom, hogy az a fajta tiltás, ugye, és itt Magyarország egyedülként ugye az uniós országok közül nem írta alá ugye a marihuánának egy másik osztályba való besorolását, amit szakmailag én egy nagyon komoly problémának érzek. Ráadásul ugye a marihuána, a kendernövény és a benne lévő különböző hatóanyagok, ugye a THC, kannabidiolok és így tovább, ezeknek az orvosi használatával kapcsolatban Magyarországon az ígé a világon semmi nem történt, sőt, mi abszolút radikálisan ellene vagyunk és tiltjuk ezeket a dolgokat, ami szerintem megint csak nem egy jó szakmai dolog. Ezt jelenlegi kormánynak ez a politikája, ami ez nekik szívük joga, hogy ez legyen, hiszen ugye olyan többséggel rendelkeznek, hogy tulajdonképpen bármit, amit szeretnének, meg tudnak valósítani, mert ugye egész egyszerűen a zöld gomb megnyomásával ebből törvénymódosítás lesz, rendeletmódosítás, és így tovább, és így tovább. És azt gondolom, hogy ez nem jó. Tehát az orvosi használatot veszem ki. Nagyon fontos lenne, és nagyon sok országban itt a környezetünkben az orvosi marihuána használata. És persze ezt körbe kell pakolni szabályrendszerrel, meg nem arról van szó, hogy mondjuk a nyéklátházi házi orvos írjon föl a betegnek, hiszen itt nem olyan gyógyszerről van szó, ami akut, ami most azonnal kell, mert hanem akkor, hanem itt legyen meg az a láncolat, ami alapján meglegyen, hogy kijavasolhat, hogyan kell ezeket fölírni, hogyan kell ezeket nyilvántartani, pontosan ugyanúgy, mint mondjuk a morfiumot, a fentanilt, ugye, a klasszikus kábítószernek minősülő anyagokat, és nem kell a nyékláthazi patikába ezt tartani, de a nyékláthazi patik, hogyha megrendeli, akkor a futár az két nap alatt oda kiviszi, és akkor ott Marika néni, ha éppen neki szklerózis multiplexe van, akkor ő ezt a megfelelő szakorvosi javaslat után ki tudja váltani, és tudja használni. Ma már azért, itt is az éremnek van két oldal. Az egyik, aki azt mondja, és ez mondjuk kevésbé szakmai alapú, hogy a kender növényben lévő különböző hatóanyagoknak a medikális hatása az gyakorlatilag mindenre jó. Ez nem igaz. Ezek nem csodaszerek. A másik oldal, vannak ma már olyan evidenciák, ugye mi evidenciákon azt értjük szakmailag, amikor olyan meggyőző bizonyítékok vannak, meghatározott vizsgálati struktúrákat követően, ami alapján azt tudjuk mondani, hogy ennek és ennek a hatóanyagnak ebbe és ebbe a betegségbe abszolút pozitív hatása van. Mondok egy példát, ritka epilepszia betegség gyermekkorban, két ilyen szindróma is létezik, ahol például most már talán 4 éve, egy Epidiolex nevű készítményt, amelyik tartalmaz CBD-t, és azt gyakorlatilag az amerikai gyógyszerügyi hatóság beillesztette a terápiába, és elsődlegesen választandó szer. Vagy például daganatos betegségeknél, ugye a kemoterápia az, ami hát azért az meggyötri az embert összességében. Szóval lehet, hogy ezek között ma már nagyon sok olyan szer van, amelyik tényleg célirányosan tud hatni, de ezeknek van mellékhatások. És például az egyik nagyon komoly mellékhatás a hányás, ami nagyon sokáig megkeseríti a betegnek az életét. És itt például van olyan vegyület, amelyik ezt a hányást az egyéb vegyületekhez képest jobb hatásfokkal tudja csökkenteni, és ez is ugye a THC-vel és a CBD-vel van kapcsolatban. Vagy az előbb említett, ugye szklerózis multiplex, ez egy ilyen degeneratív idegrendszeri betegség, ahol fájdalmas izomgörcsök jelentkeznek, ahol például ezeknek a görcsöknek az oldására ma már egyértelműen tudjuk alkalmazni ugye ezeket a szereket. Mm. És nagyon biztató kísérletek folynak, és azért nagyon sok helyen, és ez most nem a Blik Újság Brit Tudósok című történet, hanem tényleg valódi műhelyek, ahol neves egyetemek, neves kutatólaborjai, ahol például egyéb más betegségek, gyulladásos bélbetegségek, ugye a kolitis ulcerózában, például, hogy ezeknek milyen pozitív hatása lehet egyes bőrgyűjtői betegségekben, daganatos betegségekben, bizonyos daganat típusok növekedését tudja csökkenteni, és ez nem azt jelenti, hogy akkor
gyógyulj meg, gyógyulj meg, és akkor minden rendben lesz. De igenis, adjuvás terápiaként ezeket lehetne valójában használni. Vannak például olyan sorvasztó betegségek, mint például az AIDS, ahol mondjuk étvágyjavításra ez ma már abszolút evidenciaként jelen van. Szóval ez nem ördöngösség, sőt egy kicsit nagyobbra nyitva a kört, azért sok olyan pszichoaktív vegyületről kiderült, köznyelven kábítószerről, hogy ezeknek van terápiás hatása. Például posztraumás stressz betegségben, ugye az extázit ugyebár használták, a pszilocibint, ugye a varázsgombának a hatóanyagát, az is jól lehet bizonyos depressziós. Magyarországon is már törzskönyveztek a ketaminnak az egyik, ugye a ketamin ez a lónyugtató, de azt azért a humán szférában is azért használják, nem csak gyógyításban, hanem visszaérésben is. Például az eszketamin nevű hatóanyagot az orspré formájában jelen van, ami a súlyos depressziónál másod-harmadvonalban alkalmazható terápia. Szóval ezek ma már nem arról szólnak, hogy fúj kábítószer, hanem igenis ezeknek meg lehet a maga felhasználása. És persze ez megint olyan, hogy ez miről szól, a visszaélésről is szólhat. Hát nem? Hát ő most bemegy ide szembe a körúton a boltba, vesz egy kést. Egy tök jó japán kést. Hazamegy, így tud vele húst szeletelni, és így omlik szét a hús, de a szomszédot már be tudja vele szúrni, nem? És akkor ő meghal. Szóval nem a kés a bűnös a sebeteit, hanem aki a kést fogja a kezébe. Az, ami közforgalomban kapható, ugye, ami nem patikai forgalom lenne, ott megvan, hogy annak a THC tartalma nem érhető el a 0,2%-ot. Ami azt jelenti, hogy megvesz egy ilyen üvegcsét, és azt így megissza, attól nem fog betépni. De nem tartalmaz olyan mennyiségű, még ha azt mondja, hogy én ezt most megiszom, nem tartalmaz olyan mennyiségű THC-t, ami bármi nemű kórosat is tudna okozni, de mivel tartalmaz nyomokba THC-t, ön majd megy haza, történik mondjuk egy közúti ellenőrzés, ön megpisiltetik, és pozitív lesz a THC-ra. És akkor ő hiába mondja azt, hogy én nem szívtam marihuánát, én izét azt szedtem, és azért ebben ez benne van. Mert például én ugye dolgozom orvosszakértőként, és volt olyan ügyem, ahol ugye a magyarországi forgalmazó azt írta, hogy THC-t nem tartalmaz, és ugyanennek a terméknek az amerikai honlapján oda van írva, hogy nyomokban tartalmaz THC-t. Uh-huh. És ez azt jelenti, hogy nyomokban tartalmaz THC-t, akkor ez lebomlik, és a THC bomlás terméke meg fog jelenni a vizeletbe. Uh-huh. Ami esetleg eléri azt a kimutathatósági határt, ami nagyon alacsony, és ettől a pillanattól kezdve, akkor tessék nekem tényleg megmagyarázni, mert az biztos egy tök jó védekezés, hogy ő nem szívott el egy marihuánát cigarettát, hanem használt ilyen CBD olajat, de ezt nem tudja bizonyítani egyértelműen. És ez mondjuk bukta lehet egy ilyen történetben. Aha. Hát igen, itt a forgalmazónak azért óriási felelőssége van. Így van. Hogyan tehetünk azért, hogy ne kerüljünk olyantól függő viszonyba. És akkor ez egész tágkör, mert felsorolta azt a rengeteget a csokig, de még azt is felsorolnám, hogy mi van akkor, amikor valaki függő, és annak a társa ott van, és ő meg már attól a szituációtól függő, vagy nem tud szabadulni, tehát egészen széles. Ez egy társfüggőség, ami azért egy picit más. Jó, tehát hogy csak nagyon... Ez egy nagyon patológiai személyiség, a társfüggőség. Szóval azért sokkal mélyebben lehetne változtatni terápián, de mondjuk egy klasszikus kémiaanyag függőségnél, ugye ott fognak jelentkezni elvonási tünetek, van egyfajta olyan feladat, hogy az elvonási tüneteket kezeljük, ugye a legjobb kezelés egy elvonási tünetre, használom a szert. Ugye ott van reggel az alkoholista csávó, bedobja ugye a kis izét, kis kőműves aktimeljét, és gyakorlatilag negyed óra múlva már tök jó lesz, semmi baj nem lesz az égett a világon. De ha így nem avatkozunk bele ennél, akkor ebből lehet egy delirium tremens, amiben, ahogy mondtam, ugye ez egy olyan, amiben akár bele is halhat. De persze ez csak egy épp hogy kezelés, tehát hogy hosszú távú. Tehát igen, de ezzel kell kezdeni, mert amikor az illető ott ül az ágyon, reszkető, izzadva, akkor nem arról kell beszélni, és akkor miért kezdett el maga alkoholt inni, mert akkor nagyon-nagyon leszarjuk ezt a dolgot. Akkor most arról szól, hogy szerencsétlen ne pusztuljon bele ebbe a dologba, hiszen az ő alkoholfogyasztásai, hosszú évek alkoholfogyasztásai kapcsán ott van a vérszegénysége, a májműködési zavara, az idegrendszeri elfajulásai, millió egy olyan klasszikus tárgyi betegség, fogható tárgyi betegség, amit először kezelni kell, és majd amikor, mit tudom én, 10 nap után belenéz a tükörbe, és már nem reszkelt, és már nincs olyan állapotban, már nem úgy
úgy néz ki, mint akit háromszor ugye megrágtak és kiköptek, hanem akkor már kicsit ilyen emberi fogyasztásra alkalmasabb állapotban, akkor lehet olyanokkor elkezdeni kommunikálni, hogy akkor na, akkor hogyan is tovább, meg miért is, meg hogy mint. Persze mondjuk azért nagyon sok olyan dolog van, ahol nem kell itt igénybe venni egy külső segítséget, mert ugye egy dohányos tudja azt mondani, hogy abba hagyom. És tényleg szar lesz neki egy kis ideig, de ezen túl lehet lépni alapvetően. De persze nagyon sokszor kell, hogy esetleg föltárni az alapokat, a szorongáshoz vezető okokat, a depresszió kialakulásának a mérnökzését, a családi anamnézést, hogy ugye mi volt nála a gyerekkora, az hogyan telt el, mennyire abuzálták őt, és így tovább, és így tovább. Ami meghatározó lehet valójában az életében. És ma, és ez nagyon érdekes, hogy egyre több mindent tudunk diagnosztizálni, akkor egyre inkább egy csomó olyan dolog derül ki, ami miatt az illető belecsúszott. Hát most gondoljon bele mondjuk, amikor én voltam még középiskolás, arról, hogy diszgráfia, diszkalkulia, hogy betűket cserél valaki, hát most arra mit csináltak? Nem tudsz rendesen írni, fiam? Azt jó nyakon verték. Ma már ez idézőjelben egy kórkép. Jó, hát ettől még lehet kiváló ember az illető. Összességében, ahogy egyre mélyebben tudunk menni a diagnózisokba, egyre többféle teszttel tudunk kideríteni az emberekről sok mindent, ugye többféle probléma is derülhet ki. Aminek meg egyre szerteágazóbb lehet valójában a gyógyítása. Tehát akkor itt nagyon-nagyon fontos ebben az, hogy nézzük az embert egészében, tehát egészen visszamenve a gyerekkoráig, hogy esetleg bármilyen trauma hogyan hathott később, és így ne egy alkoholistaként, hanem együttérzéssel tárjuk föl és kezeljük. Tehát ez mind kiinduló. Együttérzéssel, de nem cinkossággal. Szóval a kereteket ki kell jelölni, a terápiás kereteket, ami tőle függ, és ha az illető mondjuk rá elkezd megint piálni, vagy iszik, ez nem azt jelenti, hogy akkor ezt nekem idézőbe kezelőként el kell fogadnom. Hát gondoljon bele, egy alkoholista, most tök mindegy, hogy férfi vagy nő, az hányszor ígéri meg otthon, hogy ez volt az utolsó. 4.612.000-szer. És az illető partner egy idő után mit fog mondani? Elég volt. Menj, ahova akarsz, kidobja, stb. És attól a pillanatok kezdve, hogyha megszűnik a szociális háló körülötte, baromi nehéz lesz visszakapaszkodni. Nem mindenkit tudunk meggyógyítani, de kell hozzá a beteg. Mindig kell hozzá. Mert mi hány olyan történetet tud esetleg ön is, hogy fölhívják az orvost, hogy szeretném elhozni önhöz a fiamat, a férjemet, a feleségemet, az öcsémet, húgom, stb. És mondom, ő el akar jönni? Nem. De elvisszük, higgy el. Mert van két erős testvére, az, hogy megfogja és elviszi. Szart se érünk. Szóval azon lehet segíteni, aki elfogadja valójában a segítséget. Tehát, hogy iszonyatosan sokat számít, hogy az az ember hol tart egyáltalán, és az ő akarata, indíték a szándéka. Vagy van, aki azt mondja, szarok bele, nem érdekel. Uh-huh. Hát igen, tehát magyarán az ő állapottal fog. Így van, az a vezérelv. És erőszakkal nem lehet valakit kezelni. Erőszakkal akkor lehet valakit kezelni, hogyha erről van egy bírósági döntés, de az egy más tészta. És ezt mindig meg szokták kérdezni a laikusok, hogy és akkor mi van, hogyha ő nem akarja, mondom, semmi. És akkor hogyan? Nem. Lehet gyámság alá van, de most ezek azért nem olyan dolgok, hogy akkor gyámság alatt van, kész passzai, idő, miért, stb. Szóval itt, és mindenki általában azonnal akarsz, amikor hajnali kettőkor megjelenik valaki a sürgősségi osztályon, hogy le akarok szokni, akkor az ember áll, és most hajnali 2 óra van, ne haragudjon már. És erről is hallottam egy interjúban, hogyha valakiben megvan már ez a szándék, tehát az a kulcs, hogy meglegyen, tehát hogy ő akarja, úgy lehet segíteni, akkor mik azok a lépések? Kap egy időpontot, mondjuk 10 nap múlvára. Aha. És akkor addig mit csinálja? Mondom, igyon fele annyit. És? Hát mondom, figyelj, már 25 éve iszik. Hát most ez a 10 nap, ez nem oszt, nem szorozzon a történeten. És ha ő 10 nap múlva visszajön, akkor tényleg volt benne motiváció. De az, hogy én most azonnal le akarok szokni, és ilyenkor persze, ha elküldjük, akkor rögtön kapunk a idézőjelben a pofánkra, a rohadt egészségügy, meg biztos, ha pénzt adtam volna, és így tovább, és nem. Ez egyáltalán nem erről szól. De ez azért hagyna már így működjön, hogy ő idézőjelben fingik egyet, és akkor mindenki vigyázva áll.
igenis emészze azt a 10 napig saját magát. És ott az időpontja is, ha visszajön, akkor lehet, hogy működni fog a dolog. Aha, és akkor ott viszont kap egy olyan lépésről. Ott elindul, ez a történet, hogy az most először persze mindig a fizikai megvonását kell kezelni, állapotfelmérés fizikálisan, és akkor utána lehet például egy alkoholbetegnél foglalkozni, ugye azzal, hogy akkor valójában mik is voltak az okok, ami miatt ő idejött, hogy ugyanez egy gyógyszerfüggőnél, de például mondjuk egy szerencsejáték függőnél ott azért ez ott megint egy kicsit másképpen, hogy olyanokkal én nem foglalkozom, ahhoz nem is értek. Meg magát a szerencsejátékot sem szerettem. Szóval akkor ott már megvan az az útvonal, ahogy a képes a magyar rendszer valamennyire segíteni, és nyilván van valami privát. Tud. Hogyha az emberben megvan. Tud. Privátban az alapvetően az benfekvésére nem nagyon megy. Van egy-két intézmény, amelyik benfekvés, de horror árakon működik. Ugye járó betegként tud működni, nem egy olcsó mulatság, úgyhogy ez réteg szolgáltatásként van jelen. De aki szeretne ma változtatni Magyarországon kémiai szerfüggőség kapcsán az életén, az meg tudja kapni. Nem így azonnal, hanem megvannak a stációk, hogy minket keresztül venni. Ez viszont ő kell. Egyszer elmentem egy ilyen névtelen alkoholisták ülésére, és nagyon-nagyon érdekes tapasztalat volt. Nagyon sok ember volt valamilyen kezelés részeként, és nagyon érdekes volt ez a egy alkalom, ahogy ők beszéltek, ahogy ezt az egészet, ezt a 12 lépéses programot, meg ezeket hogy a... Hol tart abban. Ki vagyok, mi vagyok, alkoholista, 124 napja nem iszom. Igen. Aha. Igen, és hogy elfogadni azt, hogy ez a problémám, igen. Ez egy nagyobb erő nálam, és valamilyen hitbe vetett lépésen át én kitartok. És hogyha most ez a hit, ez mondjuk egy istenhit, vagy bármi, ez tök mindegy alapvetően. Vagy hiszek a családomba, és így tovább, szóval ez innentől kezdve, ez teljesen mindegy, hogy mi az, ami az embert motiválja, csak legyen. És látja maga előtt ugye a pozitív példákat. Látja, hogy az, aki még csak 20 napja, tiszta, de látja maga előtt az, aki mondjuk 6 éve tiszta, hogy én is el tudok ideig jutni, és ez fontos. És hogy azt is mondták, hogy egyébként hozzátartozóknak is van ugyanilyen hasonló igen. csoport. Meg, az NA is van, a Narcotics Anonymous, ugye a kábítószereseknél is léteznek ilyen csoportok. Igen. És hogy említette, hogy ez egy kicsit más, mint amikor, de hogy én úgy tudom, hogy amikor valaki függőnek, tehát függő embernek a családjába tartozik. Ez a csoport, ez gyakorlatilag családtagoknak. Tehát igen, van, ez kvázi egy családterápia, egy csoportos családterápia, ahol ugye nem egy családdal foglalkozik, hanem ott is ugye akár... A hozzátartozók mehetnek több helyről oda, vannak jelen, igen. Hogy ők is hogyan... És ugyanez van mondjuk szülőknek is, ugye szülői csoportok, ugye, ahol a gyerek... Mondjuk ő nem feltétlenül, hogy az nem az alkohol felé, az jóval inkább más tudatmódosító szerek felé való megcsusszantást jelent. Hát igen, szóval, hogy ez iszonyatosan kiterjedt ma Magyarországon, a maguk a függő, mondjuk alkohol és kábítószer, és a hozzátartozó kapcsolódás, ez körülbelül hány embert érint így? Kábítószer függő nincs olyan sok, 30 ezer. Alkoholista 800 ezer. Én azt gondolom, hogy szinte nincsen olyan család, ahol ne lenne egy fekete bárány, mert számszakilag kell, hogy legyen. Ez gyakorlatilag, ha összeszorozzuk, akkor egy 4 fős családban kiteszi az ország felét, akkor miért van hirdetés az alkoholról? Tehát, mert adóbevétel, jövedéki adóbevételről szól. És alapvetően a aktuál politikát nem feltétlenül érdekli az emberek mentális állapota. Egy valami érdekli, hogy 4 illetve 5 évente megfelelő helyre tegyék oda a keresztet.